Na, sziasztok srácok, üdv a csatornán, Keeper Papa jelentkezik egy újabb Survivor játékkal, a Stranded Deep-el. Tudom, hogy már játszottunk, de írtatok, hogy... Mármint tudom, hogy már játszottunk ezzel a játékkal, de írtatok, hogy nagyon sokat változott, úgy gondoltam, akkor próbáljuk ki. Első blikre az tűnt fel nekem, hogy nagyon-nagyon igényes menüt kaptunk, gyerekek. Kaptunk egy tök jó menüt, eddig ugye nem is volt ilyen belső menü, hanem gyakorlatilag csak el tudtuk indítani a játékot, aztán ha meghaltunk, akkor vége volt. Mármint így még menteni sem lehetett, meg semmi extra dolgot, amikor még én játszottam vele, most már van egy ilyen menü, plusz még van még map editorunk is, képzeljétek, tudunk új mapokat csinálni, szerkeszteni, vagy esetleg el tudom képzelni, hogy berakhatunk még másnak a mapjait is, úgyhogy tök jó. Van egy optionünk, amiben nagyon-nagyon részletesen be tudunk állítani mindent, hogy még olyat is, hogy milyen legyen, milyen játékkal akarunk inkább játszani. Survivor-ben ugye kevesebb a loot, viszont több a veszély, build módba pedig több a loot, kevesebb a veszély. Normál módba fogunk játszani, hogy ne legyen olyan nagyon könnyű. És most már nem úgy működik a kraftolás egyébként, hogy legdobálunk egy csomó minden kacatot a földre, és akkor ott kell nyomogatni, hanem van végre craft menü, úgyhogy egy csomó minden lesz, amit kit kell próbálnunk. Na, My Games, ugye nyomunk egy New Game-et, mert igazából még nincsen olyan játékom, még nem próbáltam ki magát a játékot, szóval akkor ezt veletek fogom kipróbálni. Megnézzük, hogy mennyire jó, és hogyha látjuk, hogy frankó, érdemes vele játszani, akkor toljuk tovább. Ja, vágjátok. Nem tudom, hogy ilyenkor halljátok-e, ami... Oh, wow. Na jó, megérkeztük, úgy látom. Valahova. Ott egy sziget. Úristen, ez nem szokott ez ilyen így hullámzani. Ugye ultrára sikerült felraknom most már minden szinten a grafikát, tényleg minden részletében. Azt a rohadt életben, gyerekek, ez nagyon-nagyon hullámzik. Okay. Ki kell mennünk innen, mert mindjárt beszédülök. Olvasgattam patch notesbe, elvileg több a cápa, meg több az ilyen cápa, meg az olyan cápa, meg mindenféle veszély leselkedik rá. Viszont egy csomó minden új építkezés forma is van. Elsőre menjünk ki, gyerekek, innen. Rohadt jól néz ki még mindig a víz. Survivor játékokban különben ezekben az új keletű Survivor játékokban ezt tetszett szinte a legjobban. A legelején aztán, amikor változtattak rajta, hogy nem úgy működtek a craft metódusok, meg nem úgy működtek, hogy akármilyen fát kivághatunk. Legelején ugye úgy volt, hogy minden fát ki tudtál vágni, azt utána változtattak rajta, azt szerintem az nagyon sok embernek nem tetszett. Na, menjünk ki innen. Nagyon halk a játék, nem? Pedig össze maxra van húzva. Jó kitolom, hogy ez maradjon meg nekem. Okay. Megnézzük az inventorinkat, hogy mind van. Van egy késünk, egy öngyújtónk, meg egy kis vizünk, úgyhogy ja, ott van, hogy mit ad. Food. És nézzük meg, azt hiszem, hogy cén van a craft menü. Ez az. Ez nagyon jó. A dárdát tudunk csinálni. Ja, itt van, hogy mi van. Na végre, most már ez azért egy kicsit használhatóbb lesz, nem gyerekek? Campfire, nagyobb campfire. Ez mi? Bandás, vagy hogy mondják ezt? Ágy, ilyen craft... Jó, oké. Okay. Házikó épületés dolgok, igen, itt is van egy csomó minden, van lépcső, igen, jó. Jó, ezt az gyerekek szerintem, ez mi ez ilyen izéből van építve, nem? Farming. Úgy látom, ezek még nem elérhetőek, azért eléggé kezdetleges még a játék. Hoppa, mi ez? Izé. Vas. Vas volt. Vas, minek nevezik azt? Vas szemét, vas hulladék. Ott is van valami. Hoppá, ez régebben nem volt ilyen. Még azt nézegetem a növényeket, mit lehet bántani, mit nem. Ez nem lehet. Na, a fákra is kíváncsi vagyok, mindjárt keresünk egy fát is. Hát ezt nem lehet például, szerintem. Régebben ugye úgy volt, hogy a fákat ki lehetett vágni, bármilyen fát. Ott a nézzetek, egy csomó lúd van. Pedig ez normálban játszunk most. Ott egy hajókapásból. Hopp. Ez érdekes, mert mutatja, hogy pálma 06-os. Pálma 06-os. Ja, ez egy típusú pálma. A pálma 06-os, ez egy pálma 04-es. Aha, pálma típusok. Viszont... Ó, mennyi stick, meg kő, meg minden, micsoda. És ez mi? Hoppa. Ja, hogy ez kell valami, aha. Megpróbálom kivágni. Lehet, hogy a balta jobb lenne, ott is van valami. Hoppá, egy csomó fajta loot van most, már ott is vannak lootok. Na,
Kraftolásnál meg kell nézni, hogy mit lehetne kraftolni, vagy szerszám szerintem valami balta lenne jó. Van olyanunk, ugye Hammer van, meg van ilyen balta. Mi kell hozzá? Lashing, mi az a lashing? Egy lanyag lashing kellene hozzá, az micsoda? Az nem ilyen kötél, szerintem az ilyen kötél, vagy ilyesmi. Az általában úgy szokott lenni, hogy azt úgy lehet, na mindjárt itt megnézem, még itt vannak lutok, meg ott egy hajókapásból, mekkora hullámok vannak, Jézus Mária. Ezért valami ponyva volt, ezt is ki lehetne bombázni innen. Oké, okay. Ja, ó, ott az mi? Ez kinő újra? Valamit felvettem, lehet, hogy el lehet ültetni. Aha, de mennyi lud van, ott meg a hajó, ott meg a rák. Oké, okay, vannak rákok, régebben ugye azért szittem a játékot, mert a rákokat kivették. Oké, okay. Ezt remélem, hogy ezt slotra rakja, nézzük meg. Jaj, de jó, rak egy csomót egy slotra, tök jó. Lyukka! Azt hiszem ebből van a madzag. Aha, itt van, ez az. Jó, oké, akkor crafting menü. Oké, craft. És hova? Mi, le kell raknom valahol? Aha, oda lerakja. Jó, ez ledobja a földre, szuper. Na, akkor ez hogy lett? 3-as, 4-es. Jaj, hát ezt be kell rakni, akkor várjatok itt a... És akkor ide fel kell raknom nekem? Ja, nem, rá kell kattintanom. És akkor gondolom ezzel most már ki tudom termelni a bizonyos dolgokat, arra nem vagy, ahogy itt a lyukka, igen, de gondolom újra termelődnek. Szóval ezeket a pálmákat még mindig nem lehet, viszont fel lehet mászni rá. Ha itt is van lyukka. Jó, megpróbálom most szétverni ezeket a itt található. Kajám úgy látszik van, jó van itt egy hajó, iszonyat nagy hullámok vannak, ez nem tudom ez mennyire fog ez változni. Na? Oh shit! Oh my god, ez ilyen önköki szabadult szét. Gondolom ezeket tovább kell vágni, amikor ilyen sárga valami, aztán akkor kell kivágni még jobban. Nem sokat tudok az új játékról, így, hogy mi van vele. Várjátok, van órámám. Ó, oh, de jó. És ezeket még mindig? Várjátok. Stick. Ez érdekes. Ezeket már szerintem nem kell jobban szétvágni, remélem nem tűnnek el. Jó nagy az a sziget. Ezt akartam megnézni, ja, ezt akartam megnézni. 15 óra 05 van már kapásból, marha jó. Meg már kezdünk éhesek lenni. Jó van. Jó van, gyerekek, hajót nem nézzünk, veszélyes. Veszélyes dolgokat egyelőre nem csinálok. Viszont azt fogom csinálni, nem férek el már. Kellene egy olyan hely, ahol letelepedek. Valami jó kis partos, különben ez a szakasz, ez tök jól néz neki. Ide a hajóhoz szerintem ide fogok letelepedni. Ezt nem tudom eltüntetni innen, ezt a hordalékot, ez nagyon csúfit. Ezt nem tudom, minek erőltették ide ezt a hordalékot. Itt van lyukka, itt van egy csomó minden van. Várjátok, kicsit körülnézünk. Bekapcsoltam valami, hogy legyen. Minek nevezik? Az mi az a foci kapu ott, vaze? Mi van ott? Az a piros ketrec, nézzétek! És nagyon sok sziget. Egymáshoz nagyon közel van. Nem tudom, hogyha futok, akkor gondolom esetleg gyorsabban kajás leszek, ilyesmi lehet, hogy lesz. Az mi az a piros ketrec ott? Jó nagy ez az egész. Mármint az egész. Sziget, meg régebben az volt, hogy ilyen icipici szigetek voltak. Na, azt megnézem mi az gyerekek, nem bírom ki. Ez valami grafikai hiba, vagy mi akar lenni ott az a ketrec? Ezeket a fákat meg lehet, hogy ki lehet vágni? Ha jó, oké, ezeket ki lehet, ezeket hagyom. Ott egy konténer. Azt a rohadt életbe. Az egy konténer. Ha. Ezt hiszem, hogy vannak itt loot lehetőségek, nem tudom, hova kellene letelepednem. Nagyon hamar le fog menni a nap. Nosan visszasprintelek oda, nem tudom, úgy látszik, hogy stamina az végtelen van. Jó rész ki a játék szerintem, gyerekek. Azzal meg vagyok elégedve. Ezek nem tudom, hogy ezeket miért nem lehet eltüntetni. Nem lehet ezeket eltüntetni. Ezek olyan csúnyák. Az olyan, mintha valaki megkértek volna, hogy a végén még csináljál még valami 20. hulladékot, aztán ide dobjuk bele ezt a tengeri csillagot. Nem lehet bántani. Jó, egy csomó fa van, úgy látom.
jó néz ki az egész. Valahova letelepedünk. Itt is van ilyen vas hulladék. Ide gondoltam, ugye legelőször ide gondoltam. Hát, és jó az a... Csak ez meg nem túl nagy az a hely. Építkezni. Szeretem megválogatni, hogy hova építkezek, gyerekek. Valami nagyobb homokos parton ott tudnám elképzelni leginkább. Ez itt ilyen elég mocsaras, elég szar. Ugye körülnézünk, gyerekek, ez micsoda ez a nagy növény. Ott a konténerünk ugye. A baj, hogy olyan... A vízben nem nagyon merek mászkálni ám. Mert ugye hittek, hogy a cápák mennyiségét azt megnövelték, hát nem akarom kinyírni magam. Megnézzük ezt a szigetet. Hoppa! Ez jó burjánzott, csak éppen még nem volt betöltődve. Van itt is fonyva. Hát... Na nem rossz. Szép ez különben, iszonyatosan szép. Na, akkor nézzük meg itt az építkezési dolgokat. Hát jó lenne nekiállni kapásból. Egy campfire csináljunk, vagy inkább elkezdjünk el építkezni. Ágyban biztos lehet aludni, mi? Ja, kötél kellene hozzá, ha. Ágyban jó lenne, át tudnánk aludni a dolgokat, nem? Ez mi kell? Ez kell egy campfire, meg akkor még egy ilyen campfire stickből kell csinálni. De nagyon utálom az éjszakákat. Marha jól néz ki az egész különben. Csak nem találom a helyem, hogy hova lenne jó letelepednem. Vagy esetleg ide középre. Ide középre. Mi volt ez? Szóval valami villan volna. Ott villog valami. Arra. Ott tudja, hogy villan valami. Ott is van egy roncs. Lyukkát kéne keresnem még. Ja, lehet, hogy ez villant a hajó. Appa, megint. Oh my god. De brutálul néz ki, gyerekek. Hol van még lyukka? Keressünk lyukkát. Nem alszok akkor az első éjszaka szerintem. Ezeket lefarmoltam, lyukkákat. Az első éjszakát nem fogjuk átaludni. Azt a rohadt életbe, de jól néz ki az a játék. Nézzük rá az órára. Éjség van, szomjúság nincs. Jó, nem olyan nagy gond. Van itt krumpli, meg mit tudom én. Lutolgassunk, lyukkát kérne. Bazza, ez aztán faszán néz ki ez a játék, na. Hát ezeket a fákat meg nem lehet kivágni, szerintem. Ja, itt értünk partot. Na, ezeket is össze lehetne szedni. Feltérképezzük itt a dolgokat. Térkép nincs a játékban, az mondjuk jó lenne. Oda is át tudok ugye menni. Hát mégiscsak ott a hajónál az lesz a jó rész. Esetleg rá meg kell nézni, hogy mennyire tudok én beépítkezni a vízbe. Mármint, hogy ilyen cölöpökön álló cuccot nem tudnék a vízbe beépíteni. Az tök jó lenne. Szeretem, amikor ilyen, kicsit ilyen, nem is tudom melyik. Hol van az izé? Milyen szigeteken? Ahol ilyen korallzátonyon ilyen vízbe vannak a bungalók, tudjátok. Ilyen tök jól néznek ki. Kis stickek, meg kövek, meg minden, nem tudom felvenni őket. Krumpli. Esetleg ide. Lehetne valami nagyobb plac, fazze, komolyan mondom. De sehol nincs egy olyan, komolyan lehetne egy ilyen nagyobb homokos part, ahol építkezek. Meg ahol letelepedek. Ha mindegy, először akkor ez lesz az lesz a szitu, hogy itt fogok héderezni. Itt elég sok minden loot van. És akkor ide rakok egy távortüzet, és akkor itt élek. Na.
első körbe az lesz, akkor kraftoljunk már egy tábortüzet, hogy valami sőt, világos legyen, meg akkor fogunk valami hala, vagy izéket, kaját csinálunk. Kraft, doboz nincsen, vagy láda, vagy valami, hogy azokat meg tudjam tartani, amíg már... Aha, és akkor ki lehet választani hova, hát mondjuk ide. Jó, és akkor meg tudom gyújtani. Én gondolom azt az öngyújtóval valljatok? Az. Ez az. Oké. Okay. Jó. Szuper gyerekek, akkor... Ezért kellene még gyűjtögetni cuccokat, csak az a baj, hogy nem tudom, nincs láda. Egy abszolút nincs láda. Hajtó, sehol nincs, abszolút nincs láda. Ez mi kell? Aha, ja. Bazz, ez aztán kell úgy gyerekek ezekhez a cuccokhoz, úgy látom. És nincs láda. Ilyen halfogó cucc az van, tudunk egy ilyet csinálni, kraftolok egyet. Ez valahol lerakom, aztán akkor esetleg tudunk kizajani. Halat fogni, most ezt gondolom vízbe kéne, nem? Mi az, hogy nem vízbe? Én szárazföldre tudom rakni vízbe, nem? Az funi. Na, ide tudom. Ide. Úgy. Ez az jó. És akkor gondolom van benne hal, akkor ki tudom szedni. Jó van, oké. Okay. Akkor az egy kaja forrás tud lenni. Kéne enni egyet, nem tudom, hogy ezt hogy tudom megenni. Ezt meg kell sütni vajon? Hogy megegyem így? Bazze, hányunk tőle, baromi jó. Hát ez meg kell sütni szerintem. És ezt dobjam rá. Ó, oh, megetett még egyet, kurva jó. Rá kéne rakni szerintem. Elgurul róla. Itt tartsam fölé vajon gyerekek, vagy hogy én kell ezt csinálni? Hát mindegy, itt fölé tartom egy darabig. Hát ha valamit használ neki. Megmaradt, ott van fölötte, jaj de jó. Nincs több izé, kaja lehetőségünk valami? Ott van még egy. Ez nehogy. Jobb gomba lehet így helyezgetni dolgokat, ez nagyon jó. Potáta, jó, hol van, sütnek a krumplik, vagy nem tudom. Ezeket is tudom így húzingálni, meg helyezgetni. Nem kell beraknom az inventory-ba, úgyhogy ezeket érdemes akkor így pakolgatni egyelőre. Így összerakom, ide hordok mindent, ami fontos lehet. Itt vannak a krumplik még, azt a tábortűzhöz. Hogy? Ez mi a rák? Nem tudom, de... Oké, ez meg már megfőtt, látjátok? Főtt potátó. Vagy sült, vagy nem tudom. Akkor ezeket rakom rá. Jó, ott maradnak, jó van, ez nem olyan rossz. Elsélen a... Jó, fasza. Na, ennek örülök. Tök jó. Ezt el lehet vinni? Ezt nem bírja el, ez jó. Majd nem jó, de jó, hogy meg van csinálva. Hoppá, itt van a madzag. Újra termelődött. 4, 5, 6, úristen. Inventory-ba kéne rendezgetni, elvileg ezeket rakja akkor előre. Ezt hogy tudom, hogy... Innen eltűnjön. Hogy tudom átrakni? Át kéne raknom ezt oda. Nem nagyon akarja. Na mindegy, ezeket lehet, hogy ide kidobálom. Ami nem kell. Vasakat, meg ilyen hülyeségeket. Jó van. Így. És akkor összegyűjtöm ide a dolgokat. Hoppá, azt mondom, hogy... Aha, az megvan. Ide rakom külön. Az is megfőtt. Lehet, hogy el is tudnak égni, úgyhogy lehet, hogy kéne figyelni rá. Oké, az is megfőtt. Jó, van 4 darab sült krumplim, vagy főtt krumplim, vagy nem tudom. Ugye meg is esszük akkor. Na? Persze ez nem nagyon akarja felfele vinni a időt. És ez komoly?
Hát ez nem valami erős kaja. Na jó, oké, gyűjtsünk alapanyagokat. Izé kéne, akkor lyukka kellene leginkább. Ugye ezek újra termelődnek, úgy látom. Mindig össze tudom szedni. Kettőt. Itt is egy lyukka. Ezeket meg kell jegyezni, hogy hol. Mi az még nem termelődött újra. Ott mi volt? Kő. Ez se termelődött újra. Fasza. Meg kell nézni, miket kellett összeszedni. Körülnézzük a szigeten. Jó gyerekek, hol van a hold? Fasza, nekünk volt egy holdunk. Oppa, oppa! Jó, hogy ezeket le lehet szedni. Ó, van kókuszdió, és ezek lehet, hogy újra is termelődnek. Na hát ez egy jó dolog. Ezeken a pici pálmákon van, meg lehet, hogy a nagyon is. Sőt, ott a nagyon is van, szuper. Kell fel a nap mindjárt. Aj, de jó. Oké, akkor nem fogunk ilyen dögleni. Rohadt sok építőanyag van, azokat ide kéne hordani. És neki kéne, kellene állni, akkor építkezni. Ott egy kő. Tök jók a fényviszonyok. Most például, amikor kell fel a nap, akkor ilyen nagyon furcsa minden. Kicsit olyan, mint a havas lenne. Tehát persze nem az. Oké. Nem tudom, a tábortűz az meddig ég. Például ilyenek azért. Nem vagyok tisztálva. Ide szórok mindent. Szóval itt építkezünk, csak hát ide kéne hordanom mindent, tudjátok. Na, most tetszik ez a játék. Kókuszdió. Mi ezt fel kell majd törnöm. És a késnek van durabilitéje. Ajajaj. Akkor azért kell kést csinálni. Mondom, miért kéne kést csinálni, szóval van egy jó késem. Aztán rájöttem. Ezeket nem lehet cipelni, amiket össze lehet gyűjteni, azokat összegyűjtöm, amit majd fel kell vágni, az később. Végigmegyünk először a parton, ott általában szoktak lenni dolgok. Ott vannak a kövek, vagy mi az, nem kő? Ezt nem lehet felvenni. Hajók meg ilyesmiket egyelőre nem bántok. Látok egy dolgot, mivel akartam kraftolni. Ja, feljebb van, na, mondom, mi van? Ez. Mi a kettő stick? Rock shard. Mi az -e? Fogalmam sincs mi az, gyerekek. De szerintem ilyen patintott kő akar lenni. Ezt nem lehet kijebb húzni, gyere kijebb. Nehogy véletlenül elvigyen a víz, hát majd akarok menni szigetekre, akkor ne úgy ússzak, mert megdöglök. Megesznek a cápák. Az nem figyelem a izéket, lyukkákat. Pedig azok a egyik legfontosabb alapanyag. Majd beljebb megyünk, aztán feltérképezzük ott is. A konténert is meg kéne nézni, de az is vízben van, aztán kicsit parázok tőle. Na jó, a lyukkákat figyeljük ezerre. Fákat meg ki lehet vágni, gondolom. Jó nagy a sziget, jaj de jó. Régebben ilyen tök pici volt, tök szar volt. Számkivetett. Mi gyerekek? Nagyon számkivetett. Itt egy hajóroncs, hát ez gondolom nem valami. Sok minden van ebbe. Nem. Ott a lyukka. Ja igen, csak nincsen nincs visszatermelődve még. Na, a pálmafára nem merek felmászni, hogy őszinte legyek, eltöröm a lábamat. Majd később. Oké. Lyukka. Nincs visszatermelődve. De vissza van, baze. Ezek mi? Szóval nem tudom kivágni, egyszer ilyen nagy. Érdekes. Ez így le van vágva, az ilyen pici csutak. Na mindegy, oké. Jó, ide hoztam egy csomó mindent. Meg kell nézni, hogy mihez mi kell, ugye? Kéne kezdeni építkezni. Legalább valami alapépületet. Mondjuk, ja, itt gondoltam azt, hogy ide lehetne bele, hogy a vízbe így bele. Jaj, ja, ízét, megnézem, hogy fogott-e valamit a csapdám. Hol a csapda? Itt van valahol. Anyád? Fölvettem, bazd meg. Hol van? Hol a tábortűz? Itt a tábortűz. Ez jó leégett, halljátok. És ezt meg lehet gyújtani még egyszer?
Nincs hozzá izé. Ez leégett. Tomaj. Beleakadtam. Ha jó van, akkor. Ah, és ezzel rá lehet rakni, még mindig érdekes. Ezt lehet valahogy táplálni tovább tűz, vagy valami? Szerintetek? Na mindegy, nem szórakozok vele. Ezt a hajót azért mégiscsak meg kéne nézni, nem? Talán addig nem támad meg semmi, hát. Ahogy ma. Hűha. Orba vágtam magam az ajtóval. Na, ezt rüellem. Szekrény. Hát igen, ezt annyira utálom. Láttátok, hogy mi történt? Felnyomott a hullám gyakorlatilag a tetejére a hajónak belülről. Ez meg a legviccesebb, hogy belülről. Így. Na. Ez egy lámpa, csak nincsen helyem. Tök jó. Gyorsan vissza kell jönnem. Gyorsan kimegyek, aztán kiszórom a cuccokat. Hú, jó, ide valahol kiszórom. Az építőanyagokat természetesen. Úgy. Úgy. Jó, izé lesz itt konkrét... itt túl... Hát ebben nincs semmi szerintem. Izé lesz itt olyan... minek nevezik? Tűzéptelep lassan. Kövek. Kövek. Régebben volt ilyen probléma, hogy így bebugoltak a dolgok, ha egymásra szóltások minden. Kaját azt a tábortűzhöz, ami nem létezik természetesen. Jó. Ezt menjünk vissza. Félek a cápáktól, mint az állat, de azért csak nem jön ide be. Okay. Van egy lámpa. Egy flare. Egy motor. Megint felküldött ide. Azért vannak bajok, nem? Ez meg egy vödör? De olyan mondom, a víz alatt lenni jó. Akkor legalább nem izé, nem dob fel. Na itt még mutatott valamit. És ilyenkor már, itt már nem lehet megfogni semmit, ezt gondolom, ez csak az, hogy hajó. Jó. Hajó, jó. Találtam egy csomó mindent. Ez a lámpa szerintem ez világít akármi eddig. Mármint ennek nincs durability-e, reméljük. Mindjárt megnézem. Hol van? Ja, itt kezemben van, igen, ennek nincs is durability-e. Ez nagyon szupi. De ezt lehet rakni? Az lenne jó, hogyha le is tudnám rakni. Na, ez a tyúkka, ha! Tökéletes. Úgy látszik termelődnek ezek újra, csak meg kell nőnie teljesen. Ez még nincs megnőve teljesen. Ez azért ilyen szar. Jó, oké. Lámpát nem tudom, le tudom már rakni, mindjárt megnézem. Ott, ja, a krumplik is. Ezeket is ide rakom. Tábortüzet valahogy össze kell majd hozni, nem tudom, hogy lehet. Az is például. Oké. Kajaszintünk, ilyesmi. Figyelni kell rá. Jó. Hát ja, a vízszintünk is lejjebb van, nem baj, az nincsen semmi gond, vele van vízünk. Spórolunk, oké, van rák, van, a izét ezt le kéne raknom a csapdát meg, hát nem tudom ez mennyire fasza. És meg például... És ez hogy működik, gyerekek? Ezt ide tudtam dobni, jó van. Elviszi a víz majd, annyit érek vele biztos. Jó, oké. Akkor... Szerintem elbúcsúzom, srácok, és a következő részben akkor nekiállunk még építkezni. És ez, ahogy is, ez igen, újra termelődnek. Nagyon jó ez a hely. Folyamatosan lesz madzagom. Oké, és akkor szerintem ide kéne építkezni mégiscsak. Tetszik nekem ez. Úgyis ilyen, az alap az azt hiszem, ilyen izéken áll. Ilyen cölöpökön, szóval így be tudnám vezetni még a vízbe is itt. Talán, nem tudom, a kövek mennyire zavarják. Majd megpróbáljuk, egy darabot legyártunk, és megnézzük, hogy mire lehet rárakni, meg mire nem. Na, elbúcsúzom, srácok, nagyon szépen köszi, hogy itt voltatok, remélem tetszik a gameplay, én szerintem fogom folytatni, sőt, biztos, hogy fogom folytatni, bejövős. Na, jók legyetek, sziasztok!